A szövegkönyvet ketten készítettük, ketten írtuk a rendezővel, Forgács Péterrel. 36-ban jelenik meg maga a regény, és ez valószínű, hogy a 30-as évek egészét felölelő történet, ha szó szerint vesszük a regény, 12 albérleti szoba története, a fiatal Török Sándor élményei, tapasztalatai, ahogy egyik lakásból a másikba egyszerű erdélyi fiatalként, értelmiségiként, újságíróként, íróként próbál Budapesten helyet találni magának, és az út, amíg eljut a saját lakásáig, a főbérletig, tulajdonképpen ezt rögzíti ebben a regényben, rendkívül éles megfigyelő képességgel, leíró képességgel, tehát olyan karakterjellemzések vannak a regényben, ami minket nagyban inspirált arra, hogy bizony színpadra való ez a szöveg, színészek számára hálás szerepekkel, figurákkal. Egy társadalmi korrajzot mutat tulajdonképpen, tulajdonképpen igen, és ahogy mondtam, a 30-as éveket, úgy gondoltuk Forgács Péterrel, hogy nagyon-nagyon sok mindenben ráismerhetünk a mai életre, a mai társadalomra. Egy-egy jelenet akár ma is játszódhatna, egy-egy szituáció. Gondolok, hogy a gazdasági válság miatt bekövetkezett nagyon nagy szegénységre, amit hát ezt nem kell részletezni, hogy ma ez mennyire érint minket. És úgy, ahogy ön is mondta, ennek az együttélésnek, az ötszobás, hatszobás lakásoknak a felosztása, ahogy 5-6 család együtt él, és az ebből adódó különböző helyzetek, hol rendkívül humoros helyzetek, hol rendkívül tragikus pillanatok, és egy nagy sodrásban, egy állandó zsibongásban, vagy egy csöndekben, ahogy telnek, igazából ez volt nagyon inspiráló számunkra. Valami kiútat mutathat a ma emberének azoknak, akik például ilyen olyan okokból hajléktalanok lettek, lakás nélküliek, otthon nélküliek lettek? Arra gondoltunk, hogy tulajdonképpen ami mindnyájukban közös, nem tudom, élőkben és holtakban, hogy lakunk. Tehát attól, hogy élünk, lakunk. Lehet, hogy az utcán, lehet, hogy most nagy szentimentális szót mondok Mennyországban, fönt az égben, lehet, hogy egy társbérletben, lehet, hogy egy luxus villában, teljesen mindegy, de hogy lakunk. Tehát ezen keresztül mindnyájan megfogalmazhatóak vagyunk, ahogy élünk, ahogy lakunk. Nagyon sok tulajdonság kiderül rólunk abban a pillanatban, hogy valakivel együtt kell laknunk, vagy épp egyedül hogy lakom, hogy élek. Jellemez minket az, ahogyan élünk, ahogy lakunk. Milyen típusú emberek a szereplői ez az Enyém című előadásnak? Rengeteg, ezer. 100-nál több figura, aki megjelenik magában a regényben. Most ebből nyilván összehúztunk, így van, redukáltunk, összehúztunk, de így is a színpadon lévő 24 ember több karaktert személyesít meg, több szerepben láthatjuk a színészeket. Nagyon színes. Tehát ez a legjellemzőbb, a feketétől a fehérig. Amilyenek valóban az emberek, tehát mindenkit fölvonultat, gyerekeket, nőket, férfiakat, és mindenki őrült. Mindenki bolond a maga módján. És ezt az őrületet... Tehát a világtól is, és a helyzettől is? És önmagától Egyáltalán. Lehet, hogy a körülményeink... Lehet, hogy eleve velünk van ez kódolva. Nem próbáltunk meg választ találni, megoldást keresni. Azt próbáltuk megkeresni, hogy mi a miénk ebből. Mi a miénk? Ez az enyém, ez a lakás, ez az én őrületem, ez az én társam, akivel lakom. Tehát ennek a tengelyén tettünk föl kérdéseket, de megoldásokat nem... Kész megoldást nem kínál az előadás. Török Sándor regénye az önéletírás és fikció is, vagy ő hegyezte már a különböző típusú embereket, és a színházban még inkább kell hegyezni ezeket a jellemeket? Nyilván fikcióval teli ez az önéletírás, mondom nyilván, de hát amennyire egy írói munka elengedhetetlen része. Nagyon-nagyon részletesen leírt karakterekről van szó, a színpadon nem igazán hangzik el olyan mondat, ami ne lenne benne a regényben. Nagyon finoman, nagyon pici átírásokkal dolgoztunk, ami magát a szöveget, színpadi szöveget jelenti. És a karaktereket sem
alakítottuk át igazából, de nem is törekedtünk arra, hogy egy az egyben hűen a Török Sándor által leírt karakterek jelenjenek meg, hiszen a színészi munka erről is szól, hogy egy kiinduló, egy figura leírásból ő személy szerint, ők személy szerint milyen karaktert alakítanak, találnak ki maguknak, mi áll hozzájuk közelebb. Tehát ilyen módon alakultak nyilván a karakterek, de tényleg mindenkinek ajánlom, hogy ha van alkalma rá, ez egy antikváriumban beszerezhető kötet, valaki kopog, hogy nyári olvasmánynak is akár, tehát annyira élvezetes, szórakoztató, szívszorító, nincs igazán a köztudatban ez a regény, sem a szerző, de érdemes elolvasni. Ha valakinek szembe jön, én nagyon ajánlom.